Éppen nekészült. Maegoka? Ó, sajnálom, nem tudok japánul. Ezt megértetted? Gaijin? Takashi. Csak beszélgettünk. Nem érted, mi van. A szó, amit mondtál, Gaijin, vagy valami ilyesmi, az mit jelent pont? Azt, hogy fordíts hátat, és húzzál el. Pontosan ezt csináljuk. Gyere, nyúlcipő. Ez egy gyakuza. No lám. Akkor is fura, mert azt hittem, ez egy szabad ország, ahol egy lány bárkivel beszél. Tudod, ki vagy a Kenichi? Igen. Te vagy a japán Justin Timberlake, igaz? Kenichi naide. Kanké nai kara. Ne? Menj el. Az istenét! Tudod, yakuza, maffia! Figyú, bocsi, dékánsza. A majom ma még nem kapott banát. Hédé, gyerünk! Vár a verseny! Húzzuk! Hé, hey, hajrá, Timberlake! Bazi, nagy szerencséd van, hogy versenyem van. Hát versenyezzünk. Mégis mivel? A görkoriddal. Könnyű hangembernek lenni, ha nincsen járgány. Vidd az enyémet! Vágjunk bele! Mi van? Látni akarom, mit tud. Tud vezetni? Tud-e vezetni? Tudod, mihez ért a legjobban? A rinyához. A pörgéshez. Pörgés? Az. Miféle pörgés? Még mindig kell szótár. Ismered azt a híres képet, amin folyton az a csaj mosolyog? A Mona Lisa. Ja, igen, a Mona Lisa. Figyelj, a kocsi a pörgés világának Mona Lisa-ja. Hán, az egészet egymaga rakta össze. Szelepeket hegesztett. Nagyobb turbó, új váz, új tengely. De Hán nem melózik, olcsón vágod? Kéne egy félperces lecke a pörgésről. Figyelj, sokféleképpen lehet csinálni. Kézifékkel a legkönnyebb, szóval a legelső, hogy azzal kell baziol bánni. Jó, és ha képben vagy, teljes gáz ne. Tudod mit? Csak ne törd össze Monát. Sirály.